Hogy menjek rá a Titanic Hydra-ra? Mi történt a Titanic Hydra-ra? Mit változtattak rajta? Semmit. Akkor miért nem jelenik meg itt? Gondoltam, ha öttek van rajta, akkor talán gyorsabban megy. Véleményem kis Ádámra. Szeretem nézni egyébként a streamjét. Néha bele szoktam nézni. Szoktak lenni elég vicces momentumok. Pus legyen, baszd meg! Ja, közben megy a foci meccs, igen. League of Legends gyusákjának tartanak. Nem hiszem, hogy ebben túl sok igazság lenne. Most ránézünk körül az Aatroxra, mit csinál. OP. Szalad a mindó. Mehet egy Teemo. Little Devil Teemo. Hol a Teemo? Hol a Tito? Játszottam vele egyszer. Nem játszunk Teemot. Nem tudom, a legutóbbi pikkelés után nekem nincs sok kedvem hozzá. De amikor rábeszéltetek, hogy hozzak Teemot, aztán nem tudom. Elég csúnya vége lett. Szerintem Yasuo ellen voltam, aztán itt írtátok, hogy Teemo counter Yasuo-ra, de nekem nem úgy tűnt meccsen belül. Platinum borderje van a Dariusnak. Az a baj, Darius annyira OP, hogy láttam már itt Challengerben ilyen Darius OTP-ket, vagy Masterben, akik egyébként ilyen Diamond Platinum szinten voltak az előző szezonban, de azért, mert Darius OTP is megkapja ezt a hőst sorozatban, ezért el tud jutni Masterig. Valami növény után nézek itt a folyón. Camille. Úgy hívják, hogy balanszt ős. Ezt mit csinál? Elég fura volt. Ne, gyere még egyszer. Lici. Pedig kidájvolhattuk volna. Level 1-es szerencsétlen. Az érdekes volt. Elég biztos vagyok abban, hogy a Fiddlestick Silence-t betalálsz Aatroxnál. Poppy Zung. Az a hős, aminek benne van a nevében, hogy OP. Az meg OP-nek kell lennie. Csak a torony, csak a torony. Azon volt csak a torony, az a baj. Ne, leesett a torony. Ivern! Kevés olyan Aatrox van, főleg alacsonyabb szinteken, aki jól játszik vele. Én se játszok olyan jól vele jelenleg. Úgyhogy ez majd látható is lesz valószínűleg a játékon. Hogyha elmiszerek egy-egy Q betűt. Na, igen. Ez az, amikor bemisszelsz egy-egy képességet az Aatroxszal, akkor az nagyon kellemetlen. Nem tudom, ez a hős, ez egy vicc egyébként. Broken. De ez is egy győzelem lett. Valahogy most nagyon jó csapatokat sikerül kapni. Tehát eddig a korábbi streamekben mindig az volt a probléma, hogy nagyon rosszak a csapatok. Most meg olyan jók a csapatok, hogy akárhogy játszom, lehozzák a meccset.